pisztolykör elejéről egy kicsit lecsúsztunk, de a végét láthattuk, ahogy az 1v1-et megnyerik a ninják. Cashen CT oldalon, a Fnatic Terrorba pedig a NiP új felállása, immár Drakennel Pith helyett. A Hellraisers G2 mérkőzés hosszabbítása miatt csak egy picit késve tudtunk bekapcsolódni. Hát ilyen ez az ESL Pro League, nem nagyon várnak arra, hogyha valaki egy egész estét szeretne leközvetíteni egyhuzamban. Ennyi baj legyen. A Hellraisers 2-0-ás sikere bőven kárpótol minket amiatt, hogy ezt az első pisztolykört nem láthattuk teljes egészében. De most már foglalkozzunk ezzel a körrel, hiszen nem szabad leírni a Fnatic CT játékosait. Ők a pisztolyokkal is rendkívül erősek, de Draken, az új fiú, új seprű, jól seper. Egyből ott a fejes Denison, és folytatná is. JW azonban keresztül húzza a számításait. Lement már a bomba, úgyhogy visszafoglalásra kéne játszani a Fnaticnak, de elképzelhető, hogy inkább ezeket a készleteket szeretnék kimenteni a következő körre. Igazából tényleg defuse kit nélkül nem sok értelme van kockáztatni. Getright azért meg a maximumot kihozta ebből a körből is. Két 600 dolláros frag a készleteit menteni igyekvő fanatikusokon. 2-0, hát a lehozott pisztolykör után számítani lehetett rá, hogy a NiP első körös győzelme után még kettőt gyorsan be is gyűjtenek majd a ninják. Két svéd csapat rangadója egyébként mindig igazi csemege. Ugye az elhalasztott mérkőzések miatt kellett megvariálni, ez a mérkőzés ugye már korábban képernyőre került volna itt nálunk is, ezzel szemben azonban most pótolják, pár meccset áthelyeztek amiatt, hogy ne legyen a sorsolásban olyan nagy eltérés. Úgyhogy most itt van a svéd rangadó, a két ikonikus csapat, ismét egymásnak csak ki tudja már hányadszor. Tényleg egy ilyen NiP Fnatic örök mérleget azért megnéznék. Nem csinált még egy ilyet valaki, hogy úgy akár egy pont hatot is, meg mindent figyelembe véve, hogy áll egymással szembe ez a két gárda. Hát ha más nem, akkor majd megcsináljuk mi. Kommentátor társam pedig, hát mindkét csapat elkötelezett híve, hogy úgy mondjam, Matt Meds. Mindig nagyon eltalálod a beköszöntést. Szívem, és köszöntöm a kedves nézőket, hallgatókat. Így van, mind a két csapatnak hivatottan szurkolok. Már hogyha a Fnatic nincs ott, akkor nyilván a NiP mellett is ki tudok állni. Illetve hogyha a NiP-en kívül van bármelyik másik csapat, akkor annak szurkolsz. Ha a NiP van igen. Egyedül, akkor hajlandó vagy a NiP-nek szurkolni egy kicsit. Ha a NiP pracol botok ellen, akkor esetleg... akkor esetleg szorítok Getrightnak is. Na igen, tehát mindegy, most nyilván pártatlanul. Én egy izgalmas mérkőzésért szurkolok amúgy, mert valóban nagyon ikonikus mérkőzés a Fnatic és a NiP-nek a találkozója. Sajnos az utóbbi időkben viszont mind a két csapatnak megkopott a fénye, nyilván ez azért is van, mert nagyon komoly riválisokra akadtak, hiszen Brazíliából jött az SK Fallen, feltámasztotta a brazilcsét, vagy talán megteremtette a brazilcsét. Ugye a dánok is nagyon nagy területet nyertek maguknak. És a svédeknek, mint hogyha a leáldozóban lenne a csillaguk, talán most, talán nagyon korai lenne még kijelenteni, de talán Drakennel változhat valami. Getlight közben még egy szép fejest beszúr, de a Fnatic megnyer az első fegyveres körét. Tehát talán Drakennel valami jó irányba indulhat el a NiP. Ez igazából nyílt titok, én nagyon haragszom a NiP-re, nem is tudom, hogy igazából kire haragszok, mert úgy érzem, hogy a NiP mint organizáció nem szól bele a játékosoknak a dolgába, én nem úgy veszem észre, hogy ők úgy befolyásolnák, hogy ki legyen a line-up-ba egyebek. Viszont nem volt jó ez az irány. Fel kellett volna ismerni a játékosoknak már korábban, hogy valami probléma van, és mindig az ötödiket cserélgették, Getright pedig mindig elmondta, miközben megvan szépen az entry B-re, de nem indulnak el fejetlenül. Getright próbál egy kicsit előrébb törni, és akkor majd szépen így az időközönként kifejtem, amit akarok, mert ugye mindenki, aki engem ismer, azt tudja, hogy nagyon sokat tudok beszélni, nagyon hosszan el tudom nyújtani a dolgokat. Sziszt, nagyon szép freget szúr CT-re. Micsoda feje sakadt be.
Hát tulajdonképpen hát csak úgy random Freddy. Egy kicsit belelőtt a smogba, aztán beadta neki a fejest. Látta, hogy valaki lövi, biztos CT-ről jön az a golyó, ha már 37-re lementem, akkor én is ez egy-két golyót azért... Ez ilyen reflex lövés volt, azt se tudta, hogy hova lő, csak megnyomta a ravaszt, mert rálőttek. De hát a profiknak van ilyen szerencséje, tehát nekem miért nem akad be soha ilyen lövés? Vagy hát Matt Medznek, hát jó neki mondjuk a szimpla hátba lövésre akad be, de hát most na, tehát hát ennyi, értitek, ennyi. Tehát hogy az a lényeg az, hogy miért a profiknak akad be még ez is. Tehát nem elég, hogy rohadt jók, hanem még szerencséjük is van. Hát úgy tűnik, hogy egy nyerték bukták vár most a fanatikra. Úgyhogy fegyvert sem veszít a nip. Nagyon durva volt Get Right egyébként, ahogy betolta a smoke-ot, egyáltalán nem számított ott... nem csati szoba, szellőző szoba, mindig rám szólnak, hogy nem csati szoba, semmi köze a csatornához, úgyhogy már rosszul vagyok, ha én is csatit akarok mondani, de annyira az jön a számra. Tehát szellőző szobából kifutó CT nem számított rá, hogy Get Right át fogja nyomni a smoke-ot, úgyhogy ez egy nagyon könnyű nyitó volt ott. Draken! Jó, köszönjük szépen! Na meghozza itt a hangulatot a hatodik körbe ezekkel a jó kis rátartásokkal. Na ez hiányzott eddig a nipből, de nagyon. Egy igen, ennyire mély návépés, meg egy ennyire mély návépés. Tehát Peace, igen. Forest, oké. Okay. De az, hogy Draken pontosan tudja, hogy falon keresztül hol fog neki beakadni az AWP wallbang, az azért nagyon durva. Igen, és amit nem fejeztem be, nem is akarom nagyon sokáig elnyújtani. Lényeg a lényeg, hogy én Get Right-ra nagyon haragudtam, mert nagyon gyengén játszott, és nem akarta belátni. Nyilván neki is nehéz, és nem azért, mert egoista, hanem egyszerre nehéz beletörődnie, hogy már nem ő a top 1. És Freiberg-re is haragudtam, mert ő is gyenge volt, és ő sem mondta ki soha, hogy hát, baszki gyengék vagyunk. Hát, ha Drakennel most ők is magukhoz térnek, és érzik azt, hogy szervezett a csapat, jó a csapat, ők is jobban elkezdenek játszani, nagyon reménykedem benne, mert tényleg nagyon fontos a rivalizálás, és nem szeretem, amikor egy csapat uralja a csét. Oppá, Xiskire közben kap egy fejest. Dezisnél pedig megtekintetjük ezt az új Dezit. Jó, figyelj, egyébként, hogyha már mindenkire haragszunk a nipből, akkor én is mondok valakit, én meg Xisre haragszom, mert amikor beszéltünk vele Katowice-ben, akkor konkrétan azt mondta az interjúban, hogy nem tervezünk line-up cserét, aztán egy hét múlva kirúgták Piszt. Hát köszi szépen. Kösz, hogy őszinte voltál, felültett az e-sport egyet, GG. Igen. Bebétel minket, mint a franc. Innentől nem közvetítünk nip meccset, akkor köszönjük szépen, hogy itt voltatok ma este velünk, bye-bye. Bait of the year. Igen, na, közben a nip. Ugye, meccsről is beszéljünk, így a hatodik kör magasságában 4-1-re vezetnek. De tényleg, meccs van. Igen. Amúgy mellesleg elkezdődött a mérkőzés. Na fia, olyan jó kedvem van egyébként a Hellraisers 2-0-ja után, hogy tényleg még kicsit vissza kell rázódni ebbe, hogy oké, akkor most nip és fanatik is nagyon figyelünk és elemzünk és play-by-play, mert egyszerűen, tehát érted? Nagyon verték a G2-t 2-0-ra. Ezt annyira sajnálom, és annyira rossz, hogy nem tudjuk kivitelezni egyszerűen, hogy nekünk is legyen időnk beszélgetni a meccsek között, pedig annyi dologról kellene beszélni, és annyi dologról lehetne beszélni. Konkrétan kimaradt a pisztolykör, annyira időnk. Gyorsan jött egymás igen, után ez igen, a két. Tehát ez annyira rossz, és nagyon remélem, hogy majd változni fog az ilyen online ligáknál, hogy itt is adnak időt, mert igenis lenne rá igény, és lenne rá szükség, hogy beszéljünk mérkőzések között a csapatokról, egymás viszonyáról, az előző mérkőzést kielemezni, annyi dologról lehet tenni, de mindegy. Egymás viszonyáról? Egy. Mit mondjak Kamilláról? Na, de most akkor miért akar Matt Medz egymás viszonyáról beszélni, gyerekek? Állítsa le valaki Matt Medzet. Igazából a veled való kapcsolatomról akartam. Ja, úgy egymás viszonyáról. Ja, jó, hát akkor gyerekek, belehúzunk az éjszakába, lesz itt hangulat a végére. Majd tudod a kis karikát a bal alsóba, légy szíves, csak hogy nehogy valami probléma legyen. Mennyit? 30-asat? Megint elkózik a Fnatic, Krimz vett egy kisgevót és egy hatásrajontó készüléket. Már hogyha a szellőző szobát így erőlteted, akkor hát nem, én nem szeretném alkalmazni ezeket a magyar kifejezéseket, mert feláll a szőr a hátamon. Jó, defuse kit, ez teljesen igen, rendben defkit, van. Nekem vannak ilyen marad. Vannak ilyen szakszavak, amit meg kell tanulni, kész. Tehát... Na de jön egy klasszikus molotovos A, B, és úgy látszik, hogy Get Right, ez az a Get Right, akit én hiányolok, köszönöm. És nem érdekel, hogyha most kikap a dip, vagy a Fnatic. Reflex. Szóval nem érdekel, hogy kikap a Fnatic. Hogyha egy jó meccset látok, nem baj, játszanak egy jót. Nagyon jó Get Right, én kívánok neki pluszos rátát, mert az elmúlt évben nem sűrűn volt neki. Úgyhogy hajrá, játszunk egy jót,
hozza a Nipa kötelezőt 1-6. És akkor majd most, hogyha nézzük egy tabot, igen, most vásárolni fog az Úristen, Letik is, nyilván. 12-2. 12-2, igen. 7 igen. Kör alatt plusz 10-es KD. Az úr. Hát azért az... Bekezdett az úr. És hogyha megnézed, Draken az utolsó, úgyhogy ő azért eléggé ilyen movie fregeket lőtt nekünk, és azt neki is mondani, a KD-ja. Azt akartam mondani, hogy a match fregjét már azt az ötödik körbe meglőtte, ja, úgyhogy hát igazából teljesen mindegy, hogy mit csinál a hátralévő részbe. Holnap már megy is róla a highlight. Na nézzük, Draken ki tudja szedni a homokzsákoktól flashát, hát persze! Szedni. Hát neki flashán ez nem probléma. Nem működik, egyelőre. Hát, hogy ezt fel kéne adni. Ja! Nagyon jó, viszont most választ meg Oloftól, meg lesz a következő. Egyelőre nem. Elválasztja a terroristákat is, a CT-ket, egy smoke. Azért milyen jó volt Get Right-nak a reflexe. Tehát kiosztotta a fejest Krimznek, és Olofmeistert is levitte 9 HP-ra. Majdnem. Majdnem lehetett volna itt nagyobb baj. A nipesek teljesen egymás mellett, mint hogyha nem is tudom, szinkronúszásba kijöttek volna. Olof felé, aki csak egy freget tudott lőni, így 1-6-nál lekerül a bomba, 3-2-be kivétékelni. Ha 100 HP-je van, akkor ezt lehet bedarálni. Igen, a 3-at. Igen, 9 HP-val tényleg kislábú hegyét eltalálják AK-val, vége a dalnak. Persze, hát itt a HP volt a probléma, tehát több HP-val nyilván több freget tud szúrni. Így JV-nek és Dennisnek nincs hatástalanító kit, szerintem ezt ki fogják menteni, hogy körülbelül 3-2-1 is el fognak fordulni, mert nem éri meg elveszteni a felszerelésüket. Most még talán exit fregekre rámennek, ez már egyértelmű, hogy nem akarják visszafoglalni a rakót, csak próbálnak valamilyen hát, szinten de... biztonságos közelségben maradni, de nem, nem jó, ez így nem jó, és nem tudják egymást sem fedezni. JV pedig, hogyha bent tartják heavenbe, ő is el fogja veszteni a fegyverét, JV két freget szúr, és ki tudja hozni az M4-et. Hát igazából a Nip szerintem lazán megengedheti magának ezt a két fegyvert, persze, ez nyilvánvaló, hogy megnyertek 7 kört innentől, nekik nem lesz probléma, Fnaticnek pedig most megint az van, hogy max forszolhatnának az AK mellé, de szerintem nem fogják forszolni, mert nem tudom, kicsit olyan erőltetett lenne, ilyen izzadságszagú lenne az egész. Pisztolyokat vesznek a srácok, hát eddig nagyon, nagyon gyenge, nagyon lágy ez a CT a Fnaticktől. De hát örülök, hogy az NIP közben határozottan játszik. Beszéltünk róla, hogy inkább az egy terroroldali pálya, és a svédeknek ez az agresszív támadó stílus jobban áll, mint ez a szögletartós CT-kör. Úgyhogy nem véletlen, hogy a terrorban kezdő csapat kezdi jobban a meccset. És ezt most direkt nem akarom se a Nipre, se a Fnaticra kihegyezni. Ha fordítottan történik volna, akkor lehet, hogy nem 7-1, hanem 6-2 vagy valami, de a Fnatic is valami hasonló módon kezdett volna terrorba. Tehát mind a kettőjüknek, főleg itt Cash-en, annyira CT-re nem áll rá a kezük. Sokkal inkább a terror pozikra, a terror körökre, a terror fegyverre. Nézzük közben ezt a Midet Flash-a, úgy látszik, hogy egy 2-3-szor belefürdött, most nagyon bekeményítettek, 3 emberrel védik Midet. Nagyon fontos a mid control. De megint a Nip kezdve jobban. Fehér dobozról, hogyha meg tudnak lőni a freget, akkor most már kettes emberölőnyben lehetnének, de már szellőző az övék, és ott becsoroghatnak egy B-kerítésre. Viszont egyelőre kint tartják őket. És a Fnatic nagyon jól érzi. Nagyon szép Olofmeistertől B250 közelről dupla. Forrest viszont vissza is lövi, Olof és Krimsz is meghal. Headshot boxról elhullik Flasha. Így mindenki nullos. Kiskevóval. Hát igen, nullos, de szerintem azért egy ilyen 3v1-et nem fog elbukni. Figyelj, aim punch nincs, Nip. Hiszen a kiskevó az hát, segít igen, benne. Na, hopp, figyelj! Az első megvan, a második... Nem mernek átni, ott na. A második, te jó ég, 1v1, és te néztek nagyon sok át. Ennyi! Dennis! 5-7-nel, te jó istenem! Ennyi! Hát elkiabáltam. A kiskevó! Hát igen. Nincs aim punch! Ez mentette meg a körül. Rá tudott tartani! Úristen! Hát leugrott és Drakent ellőtte az AWP-vel, oké, okay. Drakennak egy esélye volt, mellé lőtt a WP-vel, oké, okay. Ő kapta. A bombát akarta mindenáron letenni a Nip, és ezért nem segítettek be egymásnak a Nip játékosai. És a kiskevó, az a kiskevó megmentette Dennis életét, és így a kört a Fnaticnak. 1v3-at egy P250-nel ritkán hoz le az ember, de amikor megcsinálja, akkor nagyon szól. Hát ez is most nagyon ott volt. Érezik a Fnatic. Jól is teszik, szükség van rá, hogyha tényleg egy jó meccset akarunk látni, akkor az nem abból fog állni, hogy az egyik csapat úthengerként átgázol a másikon, hanem küzdelmet, jó hívásokat és ilyen kiélezett klatcsokat, fordításokat kell
ahhoz mutatnia a csapatoknak, hogy a végén azt mondjuk, hogy elégedetten csettintünk, és jó meccs volt. Tizedik kör, Fnaticsek tudnak venni, viszont megint belecsúszhatnak egy nyertik-buktákba, hogyha ezt a kört elveszítik, nem szabad. Dupla AWP és felállás Olofmeister, aki nagyot játszott az előző körben, meg tudja szerezni az entryt. Get Right bár előbb vette észre az ellenfelét, és hiába lőtt előbb, valószínűleg az auráját túrta Olofmeisternek, hiszen gyorsan tudott felrántani, és egy nagyon szép lövéssel emberelőnyhöz jutatja a csapatát. Nézzük a mid controlt, egyelőre nagyon jól tartják a Fnaticsek. Most ez egy jobban összerakott körnek néz ki, JV feladja midet. Egy hiba után visszahúzódik inkább arra korról. Ez is egy taktika, át lehet engedni midet, viszont akkor ugye speedway tartani kell, és a B-t nagyon megnehezítik, mert innentől mehet egy B-kerítős kör is, amit Olofmeisternek, és ki van vele, Krimznek kell majd megfogni. Eljett ára jönnek a nipesek, hiszen azt könnyebben tudják keríteni, erre álltak már föl speedwayen. Van két játékos, a bomba pedig mainből jönne. Nézzük, hogy be tudják-e vinni. Draken ellövi JV-t, AWP ellen. A védőké esik. Flasha, Dennis fregelni tud. Draken marad egyedül mainben a bombával. Olofmeister szépen hátba lő. Easy frag volt. Majdnem mondtam, hogy a svédnek, de hát itt... Ki nem az? 3-7. Négy körös még mindig a differencián, itt nagyon szépen kiépítette magának azért ezt a lépés előnyt, de a Fnaticsek ezt könnyedén ledolgozhatják, szépen tudnak vásárolni, jön is vissza a dupla AWP, a nipeknél pedig marad Rákennél a mesterlövész, így AK mellett. Mind a két csapat tudja játszani egyébként ezt a dupla AWP-t, ugye most a Fnaticnál Olof és JW kezébe van, de ugyanennyi erővel lehetne Dennisnél is, míg a túloldalon bár Draken a main AWP és Forest is előszeretettel veszi a kezébe ezt a fegyvert. Jó a popflash Crimstől, de Getrightot nem látja meg, és ez lesz a veszte. Le tudja HP-zni Freiberget, de Getrightra nem számít, hogy ilyen közeli pozícióban van. Jön most már a B-execute, és hát el is hullik a B-védelem. Két AWP-vel pedig ezt a lerakót ritékelni. Ó, az mondjuk egy nagyon szép megoldás. Dennis jó helyre dobta a Molotovot és a 0 HP-s Freiberget el is kapta, de most már maguk mögé figyelnek. Nem feltétlenül tudják, hogy mit kéne csinálniuk, valószínűleg a mentés lesz itt a jó opció. Bizony, így van, ugye ilyenkor nagyon nehéz helyzetben van a CT csapat, hogyha vissza kell foglalni. Át még annyira nem is klasszikusan hátba támadhatós rakó, viszont B tipikusan az, ahol a, mit tudom, négy ember ontanak, egy ember pedig árról kerül, mert mondjuk a kör elején az volt a taktikája, hogy neki csak zavarnia kell, vagy bármi, csak be kell fékelni át. És ő megérkezhet hátból, úgyhogy a CT-knek itt nem csak arra kell figyelniük, hogy visszafoglalják a rakót időben, hiszen nem mondjuk nincsen hatástöntő készletük, ami mondjuk most nem igazán mind a három CT játékosnak van, de mondjuk nincsen hatástöntő készlet, ugye akkor alapból 10 másodperc diffuse, tehát gyorsan kell csinálni a visszafoglalást, plusz bárki kerülhet áról hátba, úgyhogy nagyon nehéz az alatt visszafoglalni, és most a Fnatic nem is próbálta meg, inkább kihoznak három fegyvert, ami gazdaságilag teljesen megérthető, hiszen van Kevlar azokon a játékosokon, van három fegyverük, és akkor így mellé tudnak egész normálisan forszolni. Krimshez leszek kíváncsi, hogy mi kerül, nyilván nem USP-vel fog játszani, neki is kijött az M4, kigazdálkodták a srácok, a két AWP mellé ott van a három M4, tehát az eddigi felállást tudják hozni, hát ugye a csapat nagyobb része tudott fegyvert menteni, úgyhogy ez így lett kivitelezhető. Getrind alkalmazza tőle már jól megszokott hátam mögé dobálós flash-t, ezt mind Mirázsa, mind pedig Cash-en előszeretettel alkalmazza, és amúgy jól is működik, már hogyha agresszív az ellenfél. Nem pont ebben az esetben. 3-8-as állásnál a Fnaticseknek valamit húzniuk kell, a NiP már megnyerte az első félidőt, van egy AWP-jük 4 AK mellett, full granátok, kivéve Getrightnál ő ugye eldobálta, hiszen ő egy agresszív B-re számított CT-ktől. Igen, pont ez az agresszivitás, amit mondasz, hogy a Fnatic két AWP-vel nem tud agresszívan fellépni, nem tudják kitolni se B-t, sem közepet, egy esetleges counterboostot, vagy akár benézegetni mainbe, két AWP-val ennek egy passzív védelemnek kell lenni. Úgyhogy a Fnatic egy kicsit most magával tol ki, hiszen az agresszivitás nekik is nagy erényük. Jól is megy, jól játsszák azokat a stílusú köröket, de hogyha két AWP-re rendezkednek be, akkor ebből nem nagyon lesz agresszivitás CT oldalon. Getrightot mutatja az autókamera, de miért? Könyörgöm, miért? Hát itt van az akció án. Jönnek a gránátok, és a bomba is errefele igyekszik. Fél perc van már a körből.
Úgyhogy előbb-utóbb el kell indulniuk, megint Getrightot mutatják. Esküszöm, nem értem, hogy miért. Akkor váltsunk Xyz-re. Ő jár talán a legközelebb ahhoz. Úgy is van. Egy-egyes csere eddig. Forrest jól van, Fregel, JV tudja visszalőni 2-2-es csere, nagyon lassan itt meg a köre, még csak most jönnek a smoke-ok. Draken nem hibázik, nagyon jól használja ki a smoke-ot, ami még éppen nem pukkant a lövés előtt. 3v2, 8 másodperccel a lefújás előtt, lekerül a bomba, Olofmeister Fregel, de Draken résen van. Krimsz marad egyedül, ebben a pillanatban már tudják a pozícióját, és hiszen gyorsan kell jönni, de jó ég, mekkora fejest ver Drakenre? Ez micsoda egy, megérzés egy volt. Egy az egy, és nem számít Getrightra. Hú, ezt épp észre nem fogtam föl, hogy mekkora prefire-t lő Drakenre. Nagyon kemény fejes volt az a targoncához, de azért Drakentől is láttunk két elég szép freget, ahogy JV-t és Olofmeistert, tehát pont a két ellenfél AVP-st kiszedte, azért tanítani való volt. Nem sokat láttunk még Drakenből NIP mezben. Ugye ez az első magyar közvetítés, egyéb angol nyelvű meccseken láthattátok már, hogy Draken ebbe a csapatba alkott, de azért az Epsilonba sokat láttuk. Nagy kérdés, hogy NIP szintű játékos-e. Ez alapján, a két lövés alapján, persze, igen. De hát itt egy egész meccsen kell jónak lenni. Például ilyenekkel. Villámgyors fel Olofmeisterre, egyből kobakot talál, nem bízza a véletlenre. Nem kell itt a térd, test, fej, az a biztos, kész. Így van. Én amúgy úgy érzem, hogy a NIP-nél nem csak skill problémák vannak. Ugye a NIP-nek az alap felállása, még annó Fiflárennel egy már nagyon jól összeszokott ötös volt, és biztos vagyok benne, megmondom őszintén, hogy nem követtem annyira NIP-nek az interjúit, tehát nem tudom, hogy mennyire beszéltek erről, én úgy tudom, hogy általában a skillre hivatkoztak. Biztos vagyok benne, hogy azzal is probléma, hogy nyilván nehéz beilleszkedni egy már meglévő és kialakult közösségbe új ötödikként, úgyhogy tényleg a lényegében az életedet kötöd össze azzal a négy másik játékossal. És ugye, itt ne, benne, és ugye hogy... itt ne csak arról beszéljünk, hogy új ember egy régi közösségbe, tehát ez, ami itt a NIP-nél van, ez már nem egy régi közösség, ez már ez egy család. Ez már egy, nem is tudom, hát majdnem hát ezer család. Mapot játszottak már. Hát igen, igen. És azért ez mind HLTV-s meccs, tehát négy, nem is tudom hány éve játszanak együtt ők így négyen. Hát ez az, ezért mondom, hogy amióta Fifláren kiesett, nem találták ugye az ötödiket, és biztos vagyok benne, hogy az is egyszerűen probléma, hogy nincs meg az az összhang, amit nyilván nem is fognak megtalálni ilyen rövid idő alatt. Most mondjuk Pittel elég sokáig együtt játszottak, oppá, közben az nagyon jó szép. A push. Nem volt push, felboostolták ott vagy B hát a boost, lerakón. Igen, igen. És az ablakon kinézett a toxikba igyekvő Draken előtte. Ez már mondjuk kritikesebb játékstílus, ez az agresszív, JV kitolta ajtót, Bane volt egy nézd meg, nyernek egy kört a fanatikusok, az már is egyből mennyire nagyra vagyunk, hát ugye már. Nem, de tényleg, tehát pont ezt mondtuk, hogy két AVP-vel egy kicsit passzívabb szerepbe kényszeríti magát a fanatik, és nézd meg, most kitolták Squeakit, kitörtek nyikorgó sajtót is, csináltak egy meglepő boostot Bane, és egyből megvan a kör. Embert sem veszítenek. Tehát ez az, ami hiányzott. Oké, CT oldalon is lehet agresszívnak lenni. Nincs az kőbe vésve, hogy be kell ülni a lerakóra, és onnan kell megpróbálni visszaverni a támadásokat. Lehet ezt így is. Egyből meg is van a kör a fanatiknak. Így agresszívan kellett játszani. Bár egy kicsit késő húzták meg ezt a lépést. Hát igen, mert hogy 10 köre van a NIP-nek. 10 elvesztett kör után bizony innen, hát nem azt mondom, hogy nehéz ezt felállni, mert 6 perc alatt megcsinálják. Tetikesek. Na jó, ez most nagyon rossz volt, mondott, Hemi, ne szólj semmit, kérlek, jó? Ezt csak felejtsük el, amit most mondtam. Igen, hát... Na, de a viccet... És ott van a NIP-nél a két AVP, de amit ránéztek a... Jézusom. Grafikára már ti ezt nem láthatjátok, nyilván Drakennél jó volt az az LVP, ő meghal, Getright is VP-zik a kör eleje óta, az elejtett mesterlövész puskát pedig erdő szedte föl, így most 3v4-ben, nincs AVP, viszont Nediknél, ujjj, Forrest hibázik, gyorsan úgy gondolta, hogy kinéz itt piros mögül, flashára igazából a pozíció megvolt, meg is húzta a ravaszt, fregelni viszont nem tudott, flasha így könnyedén szúrhatta ezt, a bomba viszont még megvan, T játékosoknak. Úgyhogy innen még lehet építkezni. Getright még mindig B-re tart. Úgy gondolta, hogy ha őt sunyi poziból lőtték el, akkor ő majd ezt visszalövi, de hát sajnos nem működik. A molekula leváltja az AVP-t, kidobja a pályáról, ami nyilván csak reflex, hiszen az utolsó körében mondjuk az első fél időnek, úgyhogy ezt már nem tudta volna felhasználni az ellenfél csapat akkor sem, hogyha megtalálják. 4v2-ben
most már biztosan bére fog menni a nép, hiszen más nem igazán lesz idejük, pláne hogyha ilyen lassan építik fel a kört. Gránátokkal viszont nagyon jól ki vannak tömve, vannak még flashek, mind a két játékosnál van molotov, úgyhogy egy teljes B-kört fel tudnak építeni, ugye ezt a két molotovot be tudják dobni alapdobozra és átlőhetőre, úgyhogy így is van, erre felállnak a srácok, be fog menni a B-kör, kérdés, hogy a Fnatic ezt mikor olvas, Olofmeister jól tolja ki midet, nincs másra idő, flash a smoke-ba lő egy fejest, és lényegében ezzel vége is van a körnek, hiszen 4v1-ben nagyon nehéz ezt megcsinálni, hátba érkezik Olof Maestro, így 10-5-tel zárul az első félidő. Hát, hogyha a Fnatic tényleg ezt villámgyorsan vissza akarja hozni, ahhoz egy jó pisztolykör kell majd a második félidő elején. És ez terror oldalon egy gyorsan meghúzott A vagy esetleg B pussal könnyen kivitelezhető is. Hogyha belemennek ebbe a lassabb adok-kapokba, esetleg áritékre rendezkednek be a nipesek, és a pozíció biztosította előnyből megcsinálják, akkor bajba lehet a Fnatic. Nehéz, nehéz egyébként megmondani, hogy egy ilyen ötkörös hátránynál mi lehet az a pisztolykör, amit bemer vállalni egy csapat. Mert egy szorosabb eredménynél lehet egy kicsit rizikósabb kört vállalni, ahol többet kockáztatsz, de többet is nyerhetsz. Ugye ez a high risk, high reward elmélet, ami a Cségóba abszolút igaz. Tehát vannak a biztosabb körök, és vannak a kicsit rizikósabbak is, de amikor 15-ös hátrányba vagy, akkor nem biztos, hogy a biztosra érdemes menni, mert arra az ellenfél is készül, arra az ellenfél is számíthat. Elképzelhető, hogy meg kell húzni a váratlant. Hát gondolj bele, mi volt az, amikor JW kitolt a Squeakit és lőtt belőle egy duplát? Hát az váratlan volt. Előtte játszották az alapkört, játszották a hátravont védelmet két AVP-vel, és bujkálunk a dobozok között. Alájuk jöttek a molók, jöttek a vakítók, és egyszerűen Getright Freiberg páros elkapta a vonalat, sorra lőtték az entriket. Tehát meg kellett húzniuk valami mást, valami újat. Ugye ezek a csapatok már úgy ismerik egymást, mint a saját tenyerüket. Pontosan tudja a NiP is, hogy milyen pisztolykört játszik előszeretettel a Fnatic. És ha ezt a Fnatic is felismeri, akkor lehet, hogy most jobban teszik, ha eltérnek ettől. Így van, nagyon erős párhuzamot fogok vonni. Kicsit olyan ez a találkozó, ez a NiP Fnatic, mint a futballban az El Clasico. Van ugye az elegáns, stílusos gárda, az NIP, a Real Madrid. Tényleg ezt a letisztultságot, ezt az igazi klasszikus dolgot képviselik. És van a Barcelona az MSN-nel, a Fnatic, akik pedig ilyen kicsit lazább, kicsit ilyen flagmább játékot játszanak. Mind a két csapat nagyon jól ismeri egymást, mind a négy csapat nagyon jól ismeri a riválisát. Hanem most ne térjünk el a focira, hát ha valaki annyira nincs abban a világban a helyén. Szóval igen, amint elmondtad, igazából teljesen igazad van, teljesen kiismerték már egymást. Nyilván azért ezek között a játékosok között baráti kapcsolat is van. Rengetegszer láthatjuk őket, hogy együtt is játszanak, Faceit Pro League-en, SA-n, akárhol. Tehát itt igazából iszonyatosan nehéz újat húzni, pláne úgy, hogy a mappul sem nagyon változik, ebből is a community nagyon nagy problémát csinál mostanában, végképp nagyon nagy hangot adnak annak, hogy a versenymappokat módosítani kéne, nagyobb rotáció kéne bele, több pálya, sűrűbben cserélni, mert nagyon-nagyon befásul a verseny, és közben Draken azt hitte, hogy a Fnatic beigazol, de nem, neki tartania kellett volna Rakón. Draken kitolta Nyikort, és egy hatalmas kóklert kapott, leszédült a pályáról. 4v5-ben a Fnatic semmit nem akar elsietni. Van két dezi, és érdekes amúgy, hogy Denis és Flasha is úgy dezizik, hogy nekik nincsen kevójuk. Tehát nem ilyen tank üzemmódot próbálnak meg a Fnatic-esek, hanem próbálgatnak ilyen egytöltényes goystickkal bejutni Rakóra. Denis 73 HP-ra sebződik le. Infót szerez, Freget viszont nem. Jó terelés, azonban bére, két CT játékost is itt tart. Getright is most már harcol vele. Ezt érezni kell. Getright megérezte. Ezt igen, Getright megérezte. Nyilván Forrest közben infózik. Jönnek ki Nyikorból, egy-egyes csere eddig. Speedway-en ott van az ember! Exist nagyon nagy hiba, nem tudta előni JV-t, aki közben fegyvert váltott, felhúzta az USP-jét, kilőtte. Getright közben megérkezik Speedway-re.
Freiberg pedig majd CT-ről fog érkezni. Flasha, bár látta, előni nem tudta, 4v2-ben, most a ninjáknak kellene ritékelniük árakót. Ugye ezt mondtam, hogy itt annyira nem kell számítani a hátba lövésre, most ez nem is történik meg. Getright jól tolja, Targiról lő egy freget, Krimz viszont végez Freiberg, hogy Getright egyedül maradt három ember ellen, nagyon szép fejes lő Krimzre, Nikorról megvan az info, de inkább elfut a Kevlart fölösleges elveszíteni. GV még azért belenézett a fejesbe, és megszúrja az utolsó freget is, akarom mondani, meglövi. Így négy fejessel, 4K-val zárja Getright a pisztolykört, de hiába, hiszen az ellenfél fel tudta robbantani a bombát, a detonáció megtörtént, és még ezerféle szinoníma, lényeg a lényeg, hogy a Fnatic megnyerte a pisztolykört, így lépésre, hogy bekerül a második fél idő elején. Full vásárlás a Fnaticnél, két UMP egyelőre, ugye az a pénzeket nagyon jól lehet farmolni, illetve tudjuk, hogy a metába is bekerült, így teljesen kóser vásárlás. Az UMP most gazdát cserél, több HP-ja van Flashának. Flasha amúgy is UMP-zett, Dennis az, aki kap egy kalát, és JV-nek átadja az UMP-t, hiszen JV kevés HP van, inkább ő veszítse el az UMP-t, mint sem, hogy egy AK-t. Túloldalon van két-három Dezi, van egy Scout, mesterlövészkednek a ninják, viszont nincsenek Kevlárok. Így ez a kör. Kicsit olyan veszett szagú, de nézzük, hát ha Nip beszúr néhány kokit. Ára fognak jönni valószínűleg a Fnaticesek, és van arra emberi erőforrás, hogy JV letartsa B-t. Hát igen, igazából neki ugye túl sok dolga ebben a körben már nem lett, nagyon kevés HP-ja van, az AK-ját átadta más valakinek, úgyhogy ő akár már egy el is hullhat. Olofmeister tud entrizni, Orest viszont nagyon jó ütemben néz ki rakóról, egy freget tud lőni, Exist is tud egyet scouttal, viszont a bomba lekerül, és az imént említett ninja marad utoljára, aki agresszívan érkezik be. Meghal természetesen, ez nem az a kör volt, ahol klatcsolni lehet. 10-7, 3 körre közelíti meg a Fnatic a Nipet, viszont semmi sincs még lejátszva, hiszen ezután a kör után 10-8 áll a Nip, vásárolni fog, és bár T-mappá avanzsáltuk cash-t, azért tudjuk, hogy régen igencsak CT pálya volt még egy korai szakaszában, így a pro színnek, így még talán jó egy éve, fél éve is még inkább CT pályának mondtuk cash-t, azonban a játékosok annyira kitanulták a T oldalt, és annyira jó flash-eket alkalmaznak már, illetve annyira jól össze lehet rakni az időzítést, hogy már inkább a T-knek segít ez a pálya. Hoppá, közben nagyon aljas módon beugrált JV, aki nem vásárolt semmit. Bejött ide midre, talán információszerzésben, nem tudom, ez most így nagyon laza volt, hogy minden nélkül csak becsampolgatott, és nem is tudom, magára terelte a figyelmet. A Fnaticesek egyelőre nem sietnek el semmit, nem indultak el sem erre, kontakt nincs, majd arra fognak valószínűleg bemenni, hiszen midről már ugye fölkerültek Speedway-re, ketten Speedway-ről egy ember pedig mainből fog jönni. Most Flasha az, aki levárhatna, de ő is inkább jön a csapattal. Forrest viszont nagyon szép duplát lő, csak a Molotov viszi el, így azért egy kicsit már kezdhet izgulni a Fnatic, hiszen három emberük meghalt, míg a túladalom Forrest három frag után esett csak el, a bomba lekerül, 4v2-ben kéne megvédeni a telepített bombát, ilyenkor már azért elgondolkoznék, hogy biztos JV-nek érdemes volt-e feláldozni a magát. Freiberg kilövi Olofmeistert, Flashának kell lehozni a kört, megvan az első frag, a másodikról van infója, a harmadikról is van infója, újra kell tölteni gyorsan azt az UMP-t, de körbezárják, és erről beszélek, hogy JV hatalmas felelőtlenséget követett el akkor, amikor feláldozta magát, és nem is áldozta föl magát, mert nem áldozta föl magát semmiért, hanem egyszerűen eldobta magától az életét, eldobta magától a lehetőséget, hogy bármi hasznosat csináljon, hiszen beugrált minden CT-re, láthatjuk itt ezt a dobozt, átugrott, nem egyszerűen nem értem meg, hogy miért, hiszen a Nipnek ezáltal megadta a lehetőséget, hogy 4v5-ben játsszák le a kört,
és hihetetlen szép volt Freibergnek az a 3K-ja, ami talán még több is lehetett volna, hogy Holofmeisternek a molotovja nem viszi el, de így is meglett a kör. Még egyszer mondom, JV-től hatalmas egy felelőtlenség volt ezt megengedni, pláne úgy, hogy nem ők vezetik pályát, és így nemhogy csökkent még egy körrel, hanem nőtt a különbség 11-7, 4 körös differencia immáron a két csapat között, úgy, hogy a NIP most már vásárol. Denisnél csak itt Dezi, nem tudták megvenni a teljes szettet. A Fnatic-esek túloldalon természetesen két mentett AK, két M4 és egy AWP, teljesen jó felállás. Getrite pedig szépen fejmagasságba pötyizik, hát ha mainből valaki vissza akarna rá nézni. Lenne valaki olyan kemény, erre viszont nem lesz precedens, ha csak nem majd elindul a támadás, ketten mainben, ketten pedig nyikorban vannak a terror játékosok közül. Flash-e hiába vár a rotáló játékosokra, valószínűleg mind a két CT-ről fog zárni, illetve Speedway-ről, így is van, 4v3, Freiberg szúrt az utolsó freget, ki kell, hogy meneküljön Dennis, hiszen ő égett. Molotovval Krimzet bezárták, aki elkezdi kapni a tüzet, neki is ki kell ugráljon, ugye az utolsó néhány másodpercben a tűz elkezd terjedni. De ennyi ideje nincs a Fnaticnak. Most elindulnak vissza nyikorból. Á, hát csak mi nem a tudom, terv? Nyilván, hogy a bombát esetleg támogatni akar, és Dennis ez átjön. Igen, mainbe át fog jönni, tehát innen már nem fognak fordítani, hanem Dennis majd szépen benéz, a bombát eldobta, igen. De nézzek, mennyire kitolták már B-t Draken révén, nagyon lassú a kör, tudják, nézd, hogy ez meg, egy ák. Ez így nagyon gyenge volt, tehát nem tudom, hogy gránátokat nem néztem, ezt hogy hogy állnak, nyilván el voltak fogyva. Ezt eltopajázta a Fnatic. Igen, és az a probléma, hogy ez megint csak azt mondom, hogy nem ezzel a körrel volt a baj, hanem marhára azzal a körrel volt a baj, amikor JV teljesen feleslegesen beugrált és meghalt fegyver nélkül, kevlár nélkül, mert az még információszerzésnek is luxus volt, amit csinált. Azzal lényegében eldobta az előző kört, ahol ugye ez történt, illetve a mostani kört is, aminek most lett vége, hiszen pénz hátrányba került a csapat azáltal, hogy nyilván ő hátrányba került, meg elvesztették a kört. Nem értem, tehát nem tudok egyszerűen dűlőre jutni azzal a körrel, hogy ott mi történt, hogy mi motivált a JV-t, hogy kevó nélkül, fegyver nélkül beugráljon CT-n. Egyszerűen nem értem meg. És ez az apró momentum a mérkőzésnek nagyon könnyen lehet, hogy el fogja dönteni a találkozót, mert azon idáig röpke két kör elment, és innentől megint az a NIP irányítja a mérkőzést. Hát nagyon kíváncsi ezek, hogy most mit találnak ki a Fnaticesek, meg hát figyelj, kb. Remélem, mint hogy az alvajárók, HLTV-n. Figyelj, mint az alvajárók bolyonganak a pályán. Tehát elmentek B-re, nem történt semmi. Nézd meg, a nipesek tartják a szögeket, és eddig csak a Fnaticosok szenvedtek sebzést. Kb. Még golyót se lőttek ki a nipesekre, akik pedig tartják a posztot, megvan a pozíció, lement már majdnem a körnek a fele, a Fnatic még mindig nem csinált semmit, és a nipet semmilyen rotációra nem kényszerítették. Á, visszafoglás fognak játszani, és elhullik a bomba, hát főleg így, ez így nagyon könnyű és lesz. A bomba hullik el először, tehát ez is milyen átgondolatlan dolog, a bomba megy legelől. Egyszerűen nem értem, tényleg, mint a mérgezett egerek futkároznak a pályán, amit pedig annyira tökéletesen letart, hogy ezt tanítani lehetne. 13 hét, 3 körre megközelítik az első pálya győzelmet, és mennyit is van a TBR? 16-12-t? Igen. Szerintem még az sem lesz meg. Tehát a NIP-nek nem lesz, ezen a pályán a NIP-nek nem lesz, vagy a Fnaticnek nem lesz 12 köre, mert egyszerűen előkörködték, most meg már késő. Tehát a NIP innentől szerintem nem fog 12 kört megengedni a riválisnak, hiszen olyan mentális előnybe kerültek, a Fnaticen belül pedig biztos vagyok benne, hogy most már kezd a feszültség egy kicsit tetőfokára hágni, mert nagyon nagy volt ez a JV, vagy és, igen, JV és hiba, és nézd meg. Exist duplázik. De ezt akartam mondani, hogy betolt a maint. Hányszor csinált ilyet a Fnatic? Nullaszor. Konkrétan nullaszor csinálták meg. És ezek Draken ott van dobozoknál, AWP-vel letartja maint, így a többiek elmehetnek onnan. Tehát megvannak az agresszivitásnak azok a következményei és azok az előnyei, ami miatt megéri ezt a kockázatot. Nem elég, hogy Exist belőtt két embert, de még az is ott van, hogy ki tudják tolni maint, és ezáltal jobb a pozíció. Ez a villámgyors ripik most nem sikerült. Válaszol. Igen. Igen, ezt most nem olvasták, hogy midről fel lehet jönni, elfelejtették a mid kontrollt a nipesek. És ezzel most megint emberelőnyben van a Fnatic. Flash-a, Crimson és JV kéne, hogy megtámadják, arra fognak bejönni, bár az idő nem szorongatja annyira őket, most nem akarják ellasúzni a kört, amíg még ben van a CT Smoke. Draken viszont fregelni tud. Forrestel most már összepozíznak. Draken közel, nagyon szép a quickshot!
Nagyon szép! Flash-a maradt két emberrel. Draken mondjuk ott is sebezni, de nem számít a háta mögé. Hát ami gyönyörűen oldotta meg. Draken remekel, csillog, villog, pompázik. Nagyon ügyes a srác. Remélem, hogy megmarad a formája. Hajrá, Draken. 14-7. Hát a Fnatic pedig egyre nagyobb slomasztikába kerül. UMP-ket kell, hogy forszoljanak, hiszen most már tényleg nem tehetik meg, hogy ne vegyék. Draken, Pimasz és szemtelen duplája után, tehát 14-7. Talán ez a kis csibészség hiányzott eddig, tényleg a NIP-ből. Az őstagok belekényelmesedtek már ebbe. Jó, mi vagyunk a nép, jó, most nem megy nekünk annyira, nem baj. De nézze, Get Right 26. Igen, 26 fragnél. Hát mikor volt utoljára ilyen meccse? Csak annyit mondok, Vega Squadron ellen, ugyanitt Cash-en, ugyanez a Get Right, 3 hónappal ezelőtt mit csinált? Mennyi volt a ratingje? 0,09? Hát borzasztó, valami nagyon valami 1,16, vagy valami ilyesmit rakott Get Right? Hát hol van ahhoz képest ez a mostani? Pedig az Vega Squadron volt, ellen. Ez meg a Fnatic. Bizony. Mekkorát fordult a világ, és nézzek megint, Draken dupla, oké, hogy forszol az enemy, de azt is be kell tudni lőni. És megy előre. Néha veszélyesebb. És nem az van, hogy fehér kocsitól letart. Nézzek, megy előre. Hát most átváltok Drakenre, hát megy be mainbe, hát volkol be mainbe bezúmolva. Tehát az arc az teljesen. Hát Get Right is egyszerűen tolja midet, nagyon jól agresszívan játszanak, merészen bevállalósan a bomba lekerült, de az utolsó golyó hatalma. Igen, az utolsó golyó mindig a legpontosabb, Get Right kilőtte a teljes teret, és pont az utolsó töltény beakadt. Lehet, hogy tényleg Draken lesz az, aki felrázza végig a nipet, és egy Michael ele, meg Pit, meg mindenki. Mit tudhat után ez a Draken? Most már kezdek ezen gondolkozni. Jó, AWP-zni, de hogy úgy egyébként? Simán benne van egyébként az is, mert erről is nagyon sokat cikkeztek, hogy Pisz egy kicsit olyan beletörődő volt, tudod? Hogy úgy hagyta, hogy megmondják neki, mit csináljon, mindig azt csinálta, amit mondták, nem állt ki soha magáért, ezért a többiek túlságosan elnyomták, és ezért nem tudott sem ő kiteljesedni, és ezáltal sem a csapat nem tudott megújulni. Lehet, hogy Draken tényleg egy nem csak stílusban szemtelenebb, hanem egy mindennapokban is közvetlenebb. Hát igen, ők is ellesték a Fnatic-tól. Így van. És 15-7-nél megint ember hátrányban van a Fnatic. Egyedül rá lehet bízni át. Hát kis ilyen, igen. Mondjuk meg is teszik. Nem biztos, hogy jó döntés, mert azért egyedül megfogni át nem olyan egyszerű. De hát meglátjuk, hogy teljesít nyomásat. Egy frag megvan. És már kettő! Pozíciót vált, hogy ne tudjanak közel jönni hozzá. Számolni tudunk Drakennel, nézzük. Na, gyerünk, Smoke-on keresztül. Elmegyünk ott van mondjuk a negyedikről az info. Ó! Lélő, Freiberg besegít egy kicsit. Krimsz marad egyedül. Mondjuk az első pálya már biztos, hogy ki lesz, de nézzük, hogy Krimsz még mit tud nekünk. Megvarul az info, és játszik könnyedséggel, fregelik el. Hát Drakenre rá lehet bízni át.